most, hogy elmondjam ízesen. A forgalom már-már szörnyű a tízesen. Hisz reggel Zsömlőért mennék biciklivel, de a Pék túloldalt, és oda születni kell. És mikor kisbabám már majdnem elméláz, egy mentő az úton richtig elszirénáz. Naponta millió kamion dübörög, de mégis millió és egy a szár, ami ide köt. Hogy itt voltam ifjú, már megírtam egyszer. Kit érdekelt akkor gyárüzem és vegyszer? A gyár nekem maximum, ha fütyülészett, mint egy szombatesti jókedélyű részeg, akinek lépte, ha templom mellett vezet, magára szomorún rajzol keresztjelet. Gyermek voltam egykor, és gyermek volt a város. Felnőtt lett a gyermek, és felnőtt lett a város. A férfi elhagyja gyermek szokásait, és cseréli a város régi névtábláit. Hisz keresheted, nincs cuki, se viszkoza, mégis bármely busszal könnyen eljutsz oda. Vagy ha hajt a retro be az Irinyibe, szállj le ott is buszról, s lépsz egy új gimibe. Kiskorház sincs már, csak rendelőintézet, a napi vásárt sem kisboltban intézed. Az új temető is most már inkább régi. Régi szántóföldön annyi spéci kégli. Annó volt, hogy a sporinál ért a hajnal, azóta a spori lett maga a hajnal. És hol a villa? Régi szerelmek? S lábnyoma? Mint a mosdó falán hagyott egy cimbora? Az egyik sincsen már, nincsen már a másik, és mégis van egy másik, és az egyik is már szállít. Nagy szobrász az idő. Koptat, zúz, tör, emel. És ha kérded, ugyan miért? Mosolyog, és nem felel. Ami egykor terv volt, most már történelem. Van mit ünnepelned, itt és most és velem. De az ünnep mellett tegyünk ígéretet. Pont úgy, ahogy én, tedd szívedre kezed. Ne hirdessünk soha örömet korait, és nem a üljük meg a jövendő torait. Nem a kő, és nem a tégla. Nem a cégér, nem a tábla. Nem a sánc, és nem a tavak. Nem a part, és nem a patak. Nem a liget, nem az utca. Nem a szomszéd ócska cucca. Nem a tér, és nem a pálya. Nem a folyam árapálya. Nem a torony, nem a kémény, nem a hivatali kérvény, nem a ház és nem a mozi, hanem hogy csak itt lehetett ártatlanul álmodozni. Emlékszem arra a gondolatmenetre, amikor Sallós úr, az elnöki tanács elnöke hosszan elemezte, hogy miért város a falu, vagy miért nem Nyergesújváros, és arra is ugyan éppen más városhoz kötött a sorsom, hogy abban az időben elég bizonytalan volt a helyzet, ugyanis a vegyipari cégek is átalakultak, és nem lehetett tudni, hogy egyáltalán lesz-e jövője a magyar viszkozagyárnak, és akkor jelent meg Rumi úr, és 1994-ben már biztosan tudtuk, hogy a Zoltek egy új technológiával, majdnem új technológiával, új gépsorokkal tovább megy, és gyakorlatilag lehet, hogy ezzel nem mindannyian vagyunk tisztában, ez mentette meg a várost, hogy ugyanolyan fejlődést tudjon a továbbiakban is felmutatni, mint a rendszerváltoztatásig. A többi cég nem minden esetben volt ilyen szerencsés. A 2010 utáni időszakról szeretnék szólni én is, mivel én ugyan 20 éve dolgozom a Városházán, de mint polgármester ez az időszak érint. A válság közepén vette át a 8 tagú, tehát nem 13, hanem már 8 tagú képviselőtestület a város irányítását, és nem volt könnyű időszak. Befejeztük az iskola építését,
a pénz, ami félre volt rakva rá a költségvetésben, majdnem elég volt. Megépítettük a gyermekjóléti szolgálatot, és nagyjából ez a ciklus egy 9 közterület megépítésével még ki is fulladt, hiszen adósságkonszolidációban ugyan nem részesültünk, de tudjuk, hogy túl nagy lehetőség nem volt ebben az időszakban. Viszont ahogy a korábbi képviselőtestület sokáig, 8 évig körülbelül az iskolára takarékoskodott, ezt megtettük a művelődési ház esetében, és 2015-ben már ezt az összeget átvette az új képviselőtestület. Az más kérdés, hogy utána pályázatokra várva ezt nem használtuk föl, és most jött el annak az ideje, hétfőn lesz a ajánlatadási határidő, tehát akár lehet jövő héten kivitelezője is a művelődési háznak. Teljesen más helyzet alakult ki 2015 után, hiszen addigra a több milliárd forint tartalékkal rendelkező megerősödött önkormányzathoz befektetők is csengettek. Először a Lukárd Kft., az olasz tulajdonú papíripari cég jelentkezett be. Ennek nagyon örültünk, hiszen váratlanul jöttek. A 2000-ben alapított ipari parkban ugye a tojószít és a Tesco jelent meg egészen 2010-ig, és hát érthető okok miatt ez a folyamat abban maradt. Majd pedig állami kiemelt beruházás keretében kezdődött a Toréi megjelenése. Azt tudni kell, hogy Komárom-Esztergom megyében ez az egyetlen ilyen kiemelt beruházás, és az egyik legnagyobb egy olyan technológia, ami nem minősül magas környezeti kockázatúnak, viszont természetesen nagyon sok adót várunk tőle, és ezt már be is mutatta a cég, akár duplájára emelkedett az iparűzési adónk a következő években. És el lehet képzelni, hogyha eddig is rendben voltak a dolgaink, akkor ez mihez vezethet. Ehhez még hozzájön egy nagy gátépítés majd a jövőben, az ipari park melletti gátszakaszt állami forrásból meg fogják építeni. Azt tudni kell, hogy 2013-ban nem csak az ipari park úszott el majdnem, hanem a május egy teret is fenyegetette volna, hogyha néhány 10 cm-rel magasabb a vízállás. Nagyon sok beruházásunk volt még emellett, sok ember közeli, ide tartoznak azok, amelyek például a sportcentrum fejlesztését irányozták elő, aki kimegy a tavakhoz, a hajnal a Tamás sportcentrumban, ami a versben is szerepelt, futókörrel találkozik, és gyönyörű új pályákkal minden sportétesítményt felújítottunk, mert fontos a hardware, de legfontosabb az, hogy az emberek érezzék itt jól magukat. Ezen kívül nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a civil szervezetek működésénél a közösségfejlesztésre. Van 2 jelentős pályázat, ahol elkezdtük az emberek azbeszűrését. Úgy gondolom, hogy ebben a 2 ciklusban az emberközeliség volt nagyon jellemző a beruházásokon kívül. 15 közterületet újítottunk meg, nagy figyelmet fordítottunk a közbiztonságra, komoly összegeket költöttünk, kamerarendszer fejlesztésre végre megújult a megyében először a rendőrség épülete, amihez szintén jelentős összeggel járultunk hozzá. 2 fitness park, 1 gruntpálya létesült az Eternity lakótelepen, és az Eternity lakótelep, mint kiemelt cél, továbbra is a jelenlegi képviselőtestület, már akik indulnak közülük gondolataiban van, szeretnénk ott egy teljesen meglepő fordulatot. Elindítottuk az óvodával, decemberben elkészül megyei pályázat, topos pályázat segítségével az Eternity óvoda, egy gyönyörű, modern, építészetileg is jelentős épület. És a Benedek Elek óvodánál is kibővítettük a nagy gyermek létszámra tekintettel az épületet egy modern megjelenéssel.
Az intézményekhez például műfüves pályát építettünk a Bóbita óvodába. Az intézményünk mindent megkaptak, amit szerettek volna, és visszautalva az előzőkre, volt olyan év, most az ideig nem is tudom pontosan, amikor 52% ment fejlesztésre. Eternitben is volt útépítés, az eterniti gyermekek új étkezőt kaptak. Sorolhatnám, ami még ránk vár idén, az a Krumerum látogatóközpont és emlékparknak a kialakítása, indulott is a közbeszerzés, és a területi operatív programban támogatott a Zöldváros program, ami a jövőre csúszik, hiszen ismerjük az építőanyagipari árakat, nem tudjuk mindazt megvalósítani ugyanabból az összegből, amit korábban terveztünk, és családbarát ország révén a legfontosabb, amire még gyűjtünk, hogy a lakótelkek is kialakításra kerüljenek. Egyébként ez akár mindent meg kellene, hogy előzzünk, hiszen nagyon sok nyergesi család várja, hogy építkezhessen és helyben maradhassanak a fiatalok. Idegenforgalmi stratégiát készítettünk, ami szintén azt szolgálja, hogy életminőség javuljon Nyergesújfalun. Több turista szakosztálybeli tartózkodik most közöttünk. Folyamatosan látogatjuk egymás településeit, a megyei önkormányzat is beszállt ebbe a programba. Indul ennek a stratégiának, vagyis inkább folytatódik a kibontása, és ha lesz látogató központunk, akkor nagyobb eséllyel tudjuk a turizmust fejleszteni, megmutatni, hogy mi van velünk, mi van nekünk. Nagyon fontos a nemzetiségi hagyomány őrzése, ezt is szolgálják pályázataink, az identitás pályázat, és természetesen az egészségmegőrzés. Ennek keretében elkezdtük az átfogó aszbesztszűrést, hiszen az nagyon fontos, hogy mentsük meg, ami még menthető, és tárjuk föl, akinek ez a szörnyű betegsége van, és a későbbiekben a teljes, még meglevő aszbesztmentesítést is meg szeretnénk oldani az eterniti lakótelepen. Itt pályázunk, hogy ne történjenek olyan tragédiák, melyek eddig történtek. Láthatták a balettcsoportot, új civil egyesületek alakultak, önkéntes tűzoltó egyesület, a futók, a sport szakosztályok is átalakultak. Úgy gondolom, hogy nem csak gazdaságilag aktív a környezetünk, hanem ezzel párhuzamosan nyilván megelégedett emberek kellenek ahhoz, hogy civil szervezetek erősödjenek és sokasodjanak. Van kedvük a társadalmi életbe is bekapcsolódni a nyergesi embereknek, és lassan elérjük azt a szintet, ahol a testvérvárosok vannak. Egyébként csatlakozva alpolgármester úrhoz, valóban, ha valami jót akarunk tenni, akkor egyszerűen kinyitom a Karlsdorf Neustadti újságot, megnézzük, hogy adott területen hogyan, mit készítenek, most például készül az új honlapunk, és onnan tudjuk, hogy hogyan kell tovább mennünk. A köszöntéseket mindig megemlítette annak idején Miskolci polgármester úr, ezt szintén Németországból örököltük. Ma is csinálom, ugyan havonta már 20 idős embert köszöntök, és néha már ez a egyéb munka mellett, hiszen el kell sok milliárd forintot költeni, elég soknak tűnik, de igaz ez, hogy az emberek közé kell menni. Korábban főszegiként soha nem jártam május egy téren, nem ismertem az ott élő embereket, egyáltalán lakótelepi környezetben kevésbé voltam, eternit lakótelepet sem. Tehát egy városvezetőnek, képviselőtestületi tagoknak, ha tehetik, akkor ki kell menni az utcára, és meg kell ismerni az életterét is azoknak az embereknek, akik valamilyen szinten rábízták a sorsukat. Nagyon fontos Nyergesújfalon az összefogás, soha nem volt másképp, nem csatározunk politikai alapon, úgy gondolom, hogy ez mindenképp kedvező hangulatot teremt a városban. Sokszor mondják környékbeliek, kicsit távolabbi városból érkezők, hogy milyen jó nálunk, mert jó a hangulat, és megértjük egymást. Erre mindig azt mondom, hogy a
legtöbb dolog közös bennünk, és az ideológia egy nagyon kis részt képvisel. Úgy gondolom, hogy ezt így kell folytatnunk, a egymást bármilyen pozícióban vagyunk, tisztelnünk kell, és tudnunk kell azt, hogy a történelmet mi alakítjuk, Nyergesújfalu történelmét is mi alakítjuk, és az itt jelenlévőknek köszönettel eddig ez nagyon jól sikerült. Egy idézettel zárnám, ha már írtam 7 oldalt, és lehet, hogy meg is találom. Assisi Ferenc mondta ezt, először tedd azt, ami szükséges, aztán tedd, ami lehetséges. És gyakran nem folytatják ezt a gondolatot, pedig Assisi Szent Ferenc ezt is leírta, míg végül észreveszed, hogy azt teszed, ami lehetetlen. És abban bízunk a jelenlegi körülmények között, hogy idővel azt is megtehetjük, amit eddig lehetetlennek gondoltunk. Köszönjük, hogy itt voltak ma, és itt vannak a hétköznapokon, fejlesztik városunkat, vigyáznak családjaikra, Isten éltesse Nyergesújfalut, Isten éltesse önöket, és Isten éltessen minden nyergesit. 30 évvel ezelőtt lett város Nyergesújfalu, nagyközségből kisváros, mondhatjuk így is, és ha visszaemlékszünk azokra az időszakokra, akkor tudhatjuk, hogy ez a rendszerváltás hajnala is volt. Teljesen más világban élünk, mint 3 évtizeddel ezelőtt. Aztán, hogy Horváth Dani ezt nagyon jól összefoglalta, arról a szempontból, ahogy hétköznapokból ezt láttuk, ahogy megfogalmazhatjuk. De ha kicsit visszanyúlunk az időbe, és a fényekhez is így ragaszkodunk, gondoljuk akkor benne, hogy tanácsrendszer volt, ma önkormányzati rendszer van, akkor a szocialista állami vállalatok voltak ezen a településen, és ma megújuló modern iparvállalatok nyújtanak munkahelyet az itt élőknek, a környékbelieknek. És egyben elérkezhetünk oda is, hogy mi egy településnek a fő feladata. Elsősorban, hogy közösséget tudjon teremteni, adjon munkahelyeket, otthont a családoknak, kiszolgálást iskolákban, egészségügyben, boltokban, közösségekben, gondolhatunk itt akár egyházra, sportra, civil szervezetekre. És ha ebből a szempontból nézzük Nyergesújfalut, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a fejlődés mellett, ami mindig leírható, számszerűsíthető, ezeken a területeken is kiválóan vizsgázott. De csak a magam életpályájára gondolok, hogy itt leállhattam én is közéleti emberré, sportegyesületi, alapítványi, egyházközségi, önkormányzati tisztségeknek a vállalásával, azzal a lehetőséggel, azzal a bizalommal élve, amivel az itt élők megbíztak. És ma is abból táplálkozom, ma is azokat a tapasztalatokat tudom továbbvinni a saját életembe, hogy nem gondolkodnak a közösségekben az emberek, hogy mit az, amit elvárnak. És egy kicsit meg is emelem a kalapomat, az első 20 év képviselői előtt, akik gyakorlatilag egy tisztázatlan vagy új terepen kezdték az életüket, és akkor például még tiszteletdíjat sem vettek fel, hanem évről évre mindig volt egy olyan cél, amire felajánlották a városon belül, hogy készüljön el. És az, hogy infrastruktúrában mindenben gyakorlatilag messze az országos átlag felett lehetünk, ennek a korszaknak az erőfeszítéseinek köszönhető. És az itt élők munkájának az, hogy azok a szocialista vállalatok, amelyek privatizáció után nagyon nehezen tudtak talpon maradni, vagy éppenséggel elbuktak a versenyben, mindig volt olyan munkaerő, volt olyan tapasztalat, olyan szaktudás, ami a továbbélés biztosította, újabb vállalkozásokat tudott elindítani. Ezzel életerőt adott a településnek, hiszen adóerő alapján tudnak igazán virágozni a települések, amikor saját maguk is hozzá tudják tenni azt a pluszt, amivel ki tudnak emelni a környezetből. A versben is szerepelt, új lakóterületek nőttek ki a városban. Gyakorlatilag talán ma már talán kultúrházat kívül az összes közintézményt sikerült felújítanunk, tehát még mindig vannak azért feladataink, amiket azért jó ismert, tehát ezeket testület, ezeket polgármester, mindig legyenek új célok és új feladatok és új teljesítések. Én azt hiszem, hogy jó úton jártunk az elmúlt 30 évben, ha ezen tudunk
tovább haladni, akkor itt mindig érdemes lesz élni, itt a gyerekeknek szép gyerekkoruk lesz, és itt fognak maradni, itt fognak letelepedni továbbra is a fiatalok. És nagyon köszönöm mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt 30 évben, akár az oktatási intézményekben, akár a vállalatoknál, akár az önkormányzatban, és a élet minden területén oda tették magukat, hogy ezt ma itt elmondhatjuk. Köszönöm a figyelmet. A 30 év az egy ember életében egy fél év emberöltő. Egy település életében egy szakasz, amit meg kell vizsgálnunk, hogy mi volt előtte, mit várunk egy szakasz után. És ne jegyenek meg, nem megyek vissza a római korig, és onnan kezdem az ismertetést, mert ezt Padányi Lajos néhai barátom nagyon szépen megírta a könyveiben, és ott mindenki elolvashatja. Sokan azt mondták, hogy egy ilyen ünnepi beszédben kritikát ne mondjak, mert az nem illik. Én viszont nem tudom megállni, hogy ne mondjak egy kritikát, ami egyben önkritika is, hisz én is 30, közel 30 évig képviselő voltam. És nem szeretem azt, amikor azt mondják, hogy bezzeg az én időmben. De hogy mondjam el, hogy amikor tanácstag voltam, akkor volt egy olyan dolog, hogy engem egy bizonyos terület rész választott meg képviselőnek, és azért a terület részért én feleltem. Egyben azt is jelentette, hogy a ciklus alatt legalább egyszer el kellett mennem minden választópolgárhoz, és egy fél órát elbeszélgetni vele. Így kaptuk meg azt az információt, ami ahhoz kellett, hogy tényleg a lakosok érdekében fejleszünk. És a kritikám az, hogy egy picit ma a képviselőtestet elszakadt a lakosságtól. Egy picit nagyobb publicitást kellene biztosítani. Amikor egy testvérvárosba végigsétáltam valamelyik polgármester vagy valamelyik képviselővel, talán rossz szó, de megsüvegeltek az utcán bennünket, amiatt azt értem, hogy megálltak, beszélgettek velünk, tudták, hogy az képviselő. Ma, ha kritikusan nézem, itt nyugodtan végsétálhattuk az utcán, mint képviselők, lehet, hogy ez a 10%-en megválasztott, az megismer benneteket, de a többieknek fogalma sincs, hogy ki vezeti a várost. Tehát én azt javaslom az elkövetkezendő képviselőtestületnek, hogy egy kicsit nagyobb publicitást. Jelenjen meg a képük az újságban, a gyönyörű újságunkban. Írják le, hogy mit tettek a városért, mit várnak a polgároktól. És ha ezt sikerül elérni, akkor biztos lehetek benne, hogy az elkövetkezendő években egy még szebb, még jobb, jobban élhető várost tudunk a polgároknak biztosítani. Ehhez kívánunk őnek is sok sikert, és mindjártnak jó egészséget. Nem egy egyszerű köszöntőt kértek tőlem, hanem azt kérték, hogy a városnak ezen a nevezetes napján adjam át Nyergesújfalu részére a megyezászlót. Rendkívüli nap ez, megmondom őszintén, nem szoktam külön a zászlón kívül másról beszélni, de most engedjenek meg egy-két szót. Tehát szerintem rendkívüli dolog olyan megyének a elnökének lenni, ahol olyan városok vannak, mint Nyergesújfalu. Ez egy csodálatos nap és egy csodálatos hely. Isten a tenyerén hordozza. És ez látszik is. Én úgy érzem, hogy voltak ugye nehezebb időszakok, most egy 30 éves kitekintést hallhattunk, és most pedig egy olyan időszak van, amit szerintem a városnak a történelmében nyugodtan nevezhetünk aranykornak. És valóban úgy van, ahogy elhangzott, hogy rajtatok múlik, hogy meddig juttok. Mert pénz, paripa, fegyver, és a jóisten veletek van, és hogyha ezeket az erőforrásokat jól tudjátok használni, akkor bizony itt nagy dolgok történhetnek még. És akkor a zászlóról. A Komárom-Esztergom megyei önkormányzat olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy Európai Uniós pályázaton forrást nyert arra, hogy minden településének, mind a 76-nak megye zászlót adományozzon. Akkor a végével kezdem most. Ugye elhangzott, hogy megyénk, Komárom-Esztergom megye, az egy olyan megye,
amely a trianoni tragédia után két Csonka vármegyéből került összeillesztésre. És ha megnézzük a zászlónkat, ezért van a két címerpajzsos zászló, de a medvével viaskodó vitéz az Komárom vármegyét, és hát a püspöki címert errefelé mindenki ismeri, az pedig Esztergom vármegyét jelképezi. Köszönöm. És az, hogy ez a megye létrejött, az egy nagyon lényeges eleme volt az új megyerendszer kialakulásának, sajnos elég régen volt már, és mégis azt kell mondanom, hogy azt tudjuk, hogy magyarok vagyunk, azt tudjuk, hogy nyergesújfalujak vagyunk, de arról kevesebb szó esik, hogy tartozunk egy közepes méretű közösséghez, amelyet úgy hívnak, hogy Komárom-Esztergom megye. Pedig ez egy fontos része az életünknek, nagyon fontos dolgok dőlnek el nálunk, és ezért szerettük volna hangsúlyozni a megye zászló adományozásával minden településnek, hogy mennyire számít rájuk ez a megye, és mennyire fontosak nekünk. A megyei önkormányzat dísztermébe több mint egy évtizeddel ezelőtt érkezett 76 lobogó. Ezek ott vannak a megyei önkormányzat dísztermében, és amikor vendégek érkeznek hozzánk külföldről vagy belföldről, akkor mindig elmondom, hogy ez a zászlóterem, ez a megyei összetartozásnak, összefogásnak a terme, hiszen minden település adományozott nekünk zászlót. Most egy kicsit, egy jó évtizeddel később ezt tudjuk viszonozni. A zászló nagyon fontos dolog. A zászlót azt a magasra tartjuk, lehet követni. A zászlót óvni, őrizni kell. De mindenképpen egy közösség formáló eszköz, tényező. Ezért kérem a nyergesújfalujakat, hogy őrizzék meg ezt a zászlót. És itt nemzetiségi településen vagyunk, el kell mondanom még valamit. Komárom-Esztergom megye a nemzetiségek által legsűrűbben lakott megye. Nagyon örülünk annak, hogy a nemzetiségi hagyományokat ilyen szépen őrzik, és nagyon reméljük, hogy évtizedek múlva is még ez így lesz. Tehát nemzetiségeinkkel büszkék vagyunk, erősebbek, jobbak vagyunk tőlük, őket is illeti a zászló. És itt ül Farkas Iván polgármester úr. Mondtam a Csonka vármegyéket. Én is felvidéki származású vagyok, anyai ágon. Nagyon fontos, hogy ez a zászló, ez a régi vármegyéket is érinti. Nem csak lélekben, gyakorlatilag is. A tiétek is nagyon fontos, hogy ezt tudja, hogy ezt tudja mindenki. Az a helyzet, hogy Komárom-Esztergom megye, mint mondtam, a legkisebb megye, összesen 290 ezeren vagyunk, de mégis én úgy gondolom, hogy az ország legjobb és legszebb megyéje. Páratlanok a történelmi hagyományai, csodálatosak a természeti értékei, ugye ezt akár Nyergesújfalut is mondhatjuk itt, és a szorgos és tehetséges népe az utóbbi évtizedben eljutatta a magyar gazdaság csúcsára. Nincsen szinte olyan mutató a gazdaságban, mondjuk itt az egyfőre jutó GDP-t vagy a munkanélküliséget, amiben ne az élvonalban lennénk, ne lennénk az első három helyen. Tehát jó ide tartozni. Mi megbecsüljük, hogy ilyen településeink vannak, mint Nyergesújfalu, önök pedig becsüljék meg, hogy ilyen jó megyéhez tartoznak. Most át fogom adni a zászlót. A zászló átadása után szalagot kötünk a zászlóra. A szalag a mai nap emlékét szolgálja. Rajta van a megyei önkormányzat neve, a nyergesújfalui szalagon a nyergesújfalujé, és a polgármester asszony és az én nevem, illetve a mostani dátum. Hiszen ma természetes, hogy mi ketten állunk itt. De a zászlót jól megőrzik. 50 vagy 100 év múlva ez a szalag fog emlékeztetni erre a mai napra.
Köszönjük szépen!